Őszbe köszöntével tombolnak a felső légúti megbetegedések tolnán. Az emberek általában egy hozzá tartozótól vagy közösségekben fertőződhetnek meg, a betegség enyhe tünetekkel jelentkezik, náthával, köhögéssel, esetleg torokfájással és hőemelkedéssel jár, mondja dr. Barna Györgyi vezető házi orvos. Ez szerintem a felszálló ágban vagyunk ebbe is. A legjellemzőbbek a köhögéses panaszok, tehát ez a száraz, kínzó, erőltető köhögés, ez a leginkább fő panasz, de hát van mindenféle egyéb vírusra jellemző tünetű gyerek is, de nagyon nagy a hiányzók létszáma. A mindennapi gyakorlatban azt nem mondanám, hogy olyan nagy számú, ami gyanús lenne nekem. Főleg kisgyerekekről beszélünk, de... És általában náluk nem annyira tipikus ez az ízés-szagvesztés, mint a felnőtteknél, de nem mondhatom, hogy nagy számban lennének gyanúsak koronavírusra. Jól, azért a kezedet légy szíves. Okay. Éppen influenza elleni oltást kap ez a kislány. A házi orvos szerint még nincsenek a vírusra utaló jelek, de az nem azt jelenti, hogy idén sem lesz. Tavaly, mikor kötelező volt a maszk használat és nem lehetett tömegrendezvényeket tartani, a szakemberek szerint nem söpörtek végig az országon az őszi vírusok okozta megszokott járványok. Dr. Barna Györgyi szerint most is indokolt lenne az orrot száját eltakaró maszk viselése. Nekem meggyőződésem, hogy most is elkerülhettük volna ennek nagy részét, ha maszkot viselünk. Pontosabban a gyerekek maszkot viselnek az iskolába, illetve a felnőttek az óvodában. Nekem ez korábban is javasoltam, hogy a maszkviselést ezt újra vezessük be, mert ezek a felső légúti betegségek egyértelműen cseppfertőzéssel terjednek. Tehát oka van annak, hogy tavaly nem voltak, csak a COVID. Azt mondhatom, hogy inkább a szeptember vége óta, október eleje óta vannak ezek ilyen nagy számban. A tegnapi napon 96, tehát egy olyan 80-90-es forgalmat jelent egy rendelésem.